A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Szent Pál a kereszt bölcsességéről írta ezeket a gondolatokat a korintusi gyülekezet tagjainak. Számtalan támadás érte ugyanis a Krisztus követőket, hogy a keresztben a halál szimbólumát tisztelik. A keresztet ősidők óta téridő és égtáj jelképnek, találkozási pontnak, világtengelynek, az ellentétek egyensúlyának és az élet szimbólumának tartották. Ennek ellenére a kereszt ma elsősorban a kereszténység és a megváltás jele. A kereszt ábrázolása területenként más és más formában jelent meg. Így alakult ki a görög, a latin, a péter, a kettős, a lotaringiai, a hármas, a bizánci, az orosz, a kopt és még sok-sok más kereszt. A kereszt ábrázolás az bizonyos fejlődésen ment keresztül az egyház történetében. Például az első az ókorban a keresztre nem Krisztus testét, hanem drága köveket azzal díszítették. Tehát ezzel akarták kifejezni, hogy a kereszten, ami korábban bitófa volt, ezen valami hallatlan gazdagság, a föltámadt élet született meg. Harmadik Leó pápa 779-es rendelete alapján az utak mellé is állítottak kereszteket, melyek a Krisztus követők hitét hirdették. A keresztényeket hálaadás, tragédia vagy pusztán az emlékezés indította és indítja ma is a feszületállításra a Kárpát-medencében. Bár tájegységenként más és más ábrázolás jellemzi a kereszteket, anyaguk sem azonos, de üzenetük ugyanaz. Az Isten egyszülött fiát adta, hogy megváltsa a világ bűneit. A történetet talán a település újra telepítésével kell kezdenünk, amely 1718 és 1730 közöttre tehető, amikor Harukkán János György betelepíti Békés megyét, és Endrőd ekkor kapta meg tulajdonképpen ezt a katolikus egységes tömb szerepét is. Ebben az időszakban ugye a keresztek, az útmenti feszületek szerepe megerősödik. Maga a fohászkodás, egyáltalán a segítségkérés, a mindennap imádkozásban ezek a keresztek különlegessé váltak, hiszen nem csak a templomi imák és az otthoni imák, hanem a felkeresett szakrális helyek, ezek a keresztek is nagyon fontos szerepet töltöttek be. Abban az időben meglehetősen sok járvány pusztított itt a Körösvidéken. Egy kolera az a itt lakóknak jelentős részét elszólította az élők sorából, és a keresztet abban a kő típusban építették, ami a koleránál vízszűrést jelképezte. Most a halál szimbólum a kereszt, és általában a kalózhajókon is látjuk, hogy egy koponya és egy keresztbe tett lábszárcsont, ahol a gonoszság győzelmét szimbolizálja. Most Ádám a gonoszság áldozata lett, és a koponyája ott van a keresztövében, a Golgotát szimbolizálja, a Golgotából kinövő fa, azt a fát, amin az alma termett a kísértésnek a fája, a bűnfája lett a megváltásnak a szimbóluma. A Békés megyei Gyoma-Endrőd, Endrőd városrésze, a mai Magyarország egyik olyan települése,
ahol a szórvány katolikus közösség kiemelkedőt alkotott. Az elmúlt 300 évben több mint 60 keresztet állítottak. Ezt az Isten dicsőségére és az őseink tiszteletére állítottuk, és azért, hogy az elmúlt kommunista rendszerben, amikor annyira üldözték az egyházat, a vallást, az Istent, és amikor istentelenség megtörténik, utána az embertelenség is jön vele együtt, és hogy utat mutassak az embereknek, hogy igenis egy új kezdet kezdődhet, és megint járhatunk az egyházhoz, a templomba, és Istent imádhassuk. Ez annak az emlékeit őrzi, hogy valamikor itt indítottak el bennünket az életbe, itt egy iskola volt. Az egy nagyon szép, ilyen lándzsás végű kereszt volt, ami itt volt valamikor. A teljes idő alatt meg tudtuk őrizni azt a keresztet, de sajnos az 1992-93-as években valaki rossz kezük letörték a keresztet, és eltulajdonították, ellopták. Utána azt beszéltük meg a szomszédommal, meg unokatestvérem is egybe, hogy hát csak valahogy vissza kéne állítani ezt a keresztet, mert hát csak egy örökös emlék volna ez nekünk, hogyha ez itt lenne. Elmondhatatlan érzés ide kijönni. Ezt a keresztet a politikai meghurcoltak emlékére állította a Pintér és a Seydel család. Így emlékeztetnek arra a korra, melynek embertelensége családokat nyomorított meg. 1951. június 16-án telepítettek hozzánk pestieket, akik ugye bankigazgató volt, meg hát ilyen elég magas iskolát végeztek, családjai is már. Megállapodtak benne, hogy állítanak keresztet közösen, és akkor hát ment is a dolog. A nővérem volt nagyon elhivatott erre, és akkor, amikor a földet visszaigényeltük, és itt mérték ki, és ugye öten vagyunk testvérünk, de őket direkt itt mérték neki ki a legelőre, és ő már akkor eldöntött, hogy itt kereszt fog állni. Emlékeztet ugye arra a borzasztó sötét világra, mert ugye onnan indul, amit átéltem, hát gyerekű, még van kis fiatal legényű, még emlékeztet a családra, emlékeztet a rendes emberekre, mert pestiek is nagyon rendes emberek voltak, és hát jóra rosszra emlékeztet. Az Alföld másik szórvány katolikus közössége az újirázi. A falut 1912-ben alapították azzal a céllal, hogy földi paradicsomot hoznak létre. 1914-ben a háború pokla azonban minden álmot tönkretett. Az egykori erős hitre emlékeztet ez a kereszt. Kigyorsul települt újiráz, ugye, 1912-ben nagy része. És azok hozták, mikor eljöttek meglátogatni. Sok idővel, ugye, hogy eltelt, a földeket tagosították. És ugye megszűnt ott az a helyzet, és ez körbe volt ott szántva már 60 éve. Mikor jött a 100 éves évforduló, ugye nagyon készültünk rá. És akkor jött nekem ez az ötlet, hogy azt a keresztet onnan behozzuk.
és akkor hát ide felállítsuk. Hát nagyon boldog a lelkem. Szinte minden nap jövök. Ez egyszerűen vonz. A Jászság lakói rendkívül hitű katolikusok. Ilyenek voltak a múltban is, és napjainkban is ez jellemző a jászokra. Egy módos, redemptus gazda, aki anyagilag is tehetős volt, az törekedett arra, hogy az Isten iránti hűségét, tiszteletét úgy is kifejezésre juttassa, hogy keresztet állítatott a saját költségén. Jászberény jelképe a temploma. A város másik szimbóluma a főtéren álló pálinkás kereszt. A piacon pálinkát is árultak, és a kereszt tövében volt annak a görög kereskedőnek a pálinkás sátra, aki tulajdonképpen ezt az engedélyt megkapta a várostól, mivel a kereszt tövében árulták a pálinkát, hát ezért nevezték pálinkás keresztnek. Szent Rozália azért érdekes, mert Jászberény védőszentje, ugye Pest is védőszentként szoktuk emlegetni, tehát a városlakók hozzá imádkoztak a pestis járványok idején, és főleg miután a várost elkerülte egy nagy járvány, akkor állítatták főként az ő szobrait. A Jászság másik nevezetes keresztjét Kakasos keresztként emlegetik. Sokan megkérdezik, hogy hát mit is jelent az, hogy Kakasos Jézus. Bibliai eseményre utal vissza, amikor Krisztus Urunk azt mondta Péternek, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor fogsz engem elárulni. Tehát ez a kakas ennek a jelképe. Palócföldön évszázadok óta létező gyakorlat a feszületállítás a települések határaiban. Ezek a feszületek ezek nem egy tárgyi darab, hanem ezek azonosulnak Krisztus megváltó feszületével. Éppen ez adja a jelentőségét, hogy a feszület egy szilánkja már alkalmas arra, hogy gyógyítson, hiszen ez maga Krisztus keresztje. A szív az, ami a szeretet. Isten szeretetből teremtette a világot, és szeretetből teremtette az embert, és az új teremtés, a krisztusi újrateremtése az embernek Ádám vétke után szintén a szeretetből fakad, ugye a legfőbb törvény is, ezért ez a jellegzetessége, hogy szívből indul a köztereken is, Palócföldön gyakorta a nagy kereszt. Asszony, ha fafeszület mellett halad el, akkor letérbetyül, ahogy a palócok mondják, megcsókolja a földet, ha ember, mármint férfi halad el, akkor ő viszont kalapot emel, és a Krisztus Urunk öt szent sebére elimádkozik öt mi atyánkot, öt üdvözlégyet, aki ott halad el, és hogyha ez megtörtént, akkor minden bűne megbocsátatik. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában és a Jézus Krisztusban, az ő szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátusnál, megfeszítették, meghalt és eltemették. Harmadnapon föltámadott állottak közül, felment a mennyekben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbjon, onnan jön el ítélni élőket és haltakat. Hiszek Szentlélekben egy katolikus keresztény, a Szent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneiknek bocsánatot, a testnek föltámadását és az örök életet, én is Jézusom segíts. Thank you.
oda van írva, ne szégyelj, köszönni. Ami mindent jelent, csak az a baj, hogy alulra van téve. Mert én feljebb tettem volna, de úgy se köszön, aki nem akar. Mindaz az eszközanyag, amit felfaragtak a feszületekre, a dárda, amivel átlukasztották a testét, a kalapács, amivel, és a háromszög, amivel ugye a kereszthez feszítették, és minden egyéb eszköz ott van, amit én csak Palocföldről ismerek, az maga a helyszínnek is a ráfaragása, hogy a Getsemáni kert is ott van a lombos fákkal, illetve a Kedron patakja, ami szintén ott látható ezen a feszületen is. Ilyen értelemben a megváltás krisztusi művének teljességét igyekezték megjeleníteni ezekkel a feszületekkel. A Palócföld közepeként emlegetik a helyiek Herencsényt. Nevezetessége 14 keresztje, valamint a falu fölé magasodva itt áll a palócok vigyázó keresztje. A helyiek itt járják végig a keresztutat, emlékezve Jézus Krisztus szenvedésére. Ez voltak éppen maga az új szövetség paraszti sűrítménye, amely éppen minden húsvétot megelőző bőti időszakban különös jelentőségre tesz szert. Na 15 kilométert mentünk egy éjszakát, csütörtök éjszaka, hát az egyik dűlőbe, a másikba mentünk még Arkon, mentünk Szantorsokon, hogy majd oda szóltunk, ugye, mert közelítettünk meg minden, akkor tudtuk a 14 kereszt van, a stáció 14 van, azt tudtuk. De ha nálunk is a stáció van meg, 14 kereszt, akkor azt akkor tudtuk meg. Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe, nem bírom már. Sóhajtva, csüggedezve, de tarts ki, egyszer meglátod, megérted, hogy a keresztre miért volt szükséged. Büszkén tekintenek a palócok az Ipolyparti keresztjükre Őrhalom közelében. Ezzel fejezik ki a trianoni országcsonkítás miatt érzett fájdalmukat. 2007-ben fogalmazódott meg bennem, hogy a trianoni gyalázat évfordulójára egy valamilyen emlékhelyet kellene építeni. Az egyik barátom közölte velem, hogy Ferikém, én tudnék egyet, állítsunk egy keresztet. Azért gondoltam fakeresztre, mert a térségben nagyon sok erdőség van és fák, és azért gondoltam keresztre, mert ez a Trianon az tulajdonképpen mind a két térfélen élő magyar népnek a keresztje egyformán. A hit éve volt a katolikus egyházban. Ez indította arra az abaújszántói keresztényeket, hogy településükön és annak határában valamennyi keresztet felkeressék, felújítsák, sőt újakat állítsanak. Amit az ősök felállítottak, mi gondozzuk, az őseink hitéből tanulunk, és ezt a tanulást tovább kell adni. Amikor én egyháztörténelmet tanultam a szemináriumban, egy mondatot a tanárunk föliratott. Múlt és jelen erős gyökér, jelen és jövő a múltból él. És ezt a múltunkat meg kell őrizni és meg kell becsülni, mert ez a történelmünkhöz hozzátartozik. Negyven éve vagyok asztalos, ami azt jelenti, hogy a keresztkészítésben is a 40 év megvan. Szerettem is keresztet csinálni. Keresztet csinálni egyszerű dolog. Van egy hosszabb fa, meg egy rövidebb fa, amit 90 fokba el kell fordítani, összecsapolni és kész a kereszt. Ha nincs rajta korpusz, akkor sem érdekes, mert akkor is keresztet jelent. Egy asztalos számára is keresztet jelent, ha csak egy olyan fából fogom megcsinálni, ami még meg sincs gyalulva, akkor is kereszt. És ez a kereszt készítés, ez nálam ez egyre csiszolódott, az alpesi kereszttel csúcsra sorodott ki, a kereszt készítés az meg egy jó munka, egy nyugtató munka.
Zemplén megye sajátossága, hogy Magyarországon itt találhatók az úgynevezett keleti szertartás szerinti, vagyis bizánci keresztek. Ennek a környéknek ugye a Felsőhegyköznek az egyik központján, a görögkatolikus egyháznak egyik központján vagyunk, Csirkeházán. Ezek a keresztek ugye görögkatolikus hagyomány szerint készültek. Itt Csirkeházán is több található, útszélén is, és itt, ami a templom mellett is látható. Ezt a keresztet a déd nagyapám állította a 20. század elején. Ő elment Amerikába dolgozni, hogy a családot jobban lehet tudja tartani, és onnét, amikor hazatért, hát annak az emlékére, hogy megköszönjük Jóistennek, hogy egészségbe és erőbe hazaérkezett, annak az emlékére és köszönésképpen, hogy hazaért, ezt a keresztet ő állította. Régen ugye lovassekérrel vagy tehenessekérrel közlekedtek, az emberek ugyanúgy keresztet vetettek, a férfiak megemelték a kalapjukat, ezzel köszöntötték az urat, és elmormoltak egy imát, és ez így bennünk, ha már mostani felnőttekbe, ez az emlék ez továbbra is megmarad, és most is úgy vagyunk, ha elmegyünk a kereszt mellett, anélkül, hogy nevetnénk egy keresztet, nem megyünk tovább. Van egy évig éltem a férjemmel. És aztán egy szép reggelen felébredtünk, akkor azt mondja nekem, hogy hát ő neki olyan álma volt, hogy itt kell egy keresztnek lenni a kertbe. Jó van, papa, hát nem állok ellene. Jó érzés. Mert a férjem nyugodjon, azt mondta, ott is van a falu végén kereszt, a másik falu végén is van, miért ne legyen a falu közepén is egy kereszt? Az a közösségépítés, amely Füzéradványban az elmúlt időszakban jellemző, hozta azt az ötletet, hogy egy kicsit a külterületre is figyeljünk oda, a körülöttünk lévő épített kultúrára, és nekem elsődlegesen ez volt a szempontom, hogy ez a kereszt megmaradjon. Annál is inkább, mert nagyon köt hozzá a gyerekkorom. Füzérradvány, Nagyhuta, Pálháza, Filkeháza összefogásával újították fel a keresztet, és azóta is ez a hegyköz lelkiségének szimbóluma. Nem hiszem, hogy egy magyar nyelv területen található szó kincs elég hozzá. Ezeket az eseményeket élni kell, át kell élni, érezni kell. És az önmagáért beszél, kinek-kinek vérmérséklete szerint. A kereszt a sorsod. Nem mások teszik rád, te hoztad magaddal. Születni, élni, meghalni nehéz. Embernek lenni nehéz. S ha ezt tudod, és ha ebben mégis mélységes értelmet, sőt, gyönyörűséget találsz, boldog ember leszel.